Megnéztük azokat a színészeket, akik a világ legnépszerűbb sorozatának, a Szezám utca főhőseinek kölcsönzik hangjukat. Szerintetek jó vagy rossz, ha az emberek tévét néznek? Amióta a mágikus doboz megjelent az otthonokban, a kutatók arról vitatkoznak, hogy vajon milyen hatással lehet ránk a televízió. Vannak kutatók, akik azt állítják, hogy a tartalom, tehát az, amit nézünk, befolyásolhatja az életünket. A tudósok felismerték, hogy a televízió óriási lehetőséget rejt magában, hiszen a műsorok egy időben rengeteg emberhez, szegényekhez és gazdagokhoz egyaránt el tudnak jutni. A 60-as években az Egyesült Államokban J.G. Cooney, a Sesame Street sorozat tervezője felismerte, hogy a tévé segíthet a gyerekek iskoláskor előtti tanításában. A sorozat bebizonyította, hogy a televízió hasznos, kreatív, érdekes időtöltés lehet, és óriási siker lett az egész világon. Hello mindenki! Valaki jöhet még? De jó! Szombat és vasárnap délelőttönként jelentkezik új epizódokkal a Szezám utca a Minimaxon. Ebben a 45 perces blogban három különleges sorozattal találkozhattok. Te Bert! Játszunk a Szezám utcában, azért zseniális, mert a toleranciára nevel a tényleg arra, hogy nagyon sokfélék az élő lények, mert nem csak emberek játszanak benne, hanem szörnyek, növények, mindenféle dolog megszólal és mozog és játszik. Csináljátok azt, amit Ernie mond! Kezdjük, jó? Ernie azt mondja, tegyetek úgy, mint akik örülnek, mindenki mosolyogjon! Fontos momentum a sorozatnak, hogy komplett jelenetek ismétlődnek benne. Adott esetben az agyára megy a szülőnek a gyereke, hogy még egyszer és ugyanazt a mesét akarja látni, vagy hallani, és olvasni. És pontosan erre játszik rá a sorozat, és ezt az igényét elégíti ki a gyerekeknek, amikor két újabb jelenet közé betűznek egy már látottat, ismertet. És ez nagyon sokszor megtörténik és ismétlődik, és így, mint egy ismétlődő téglasor, úgy épül az egész film. Miközben jönnek be új elemek is, tehát azért az érdeklődés is szinten van tartva. La 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 la, la 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 la, látod már! La 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 la, la 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 la, az Elmo világa ismeretterjesztő jellegű, a játékosságon túl, ott Elmo részvételével és szemüvegen keresztül ismerjük meg a gyerekként minket körülvevő világot, megismerhetjük, hogy mi a cipő, mi a funkciója, hogy érzi magát cipőként a világban, mi a banán, vonat, család, bármi. A világjáró Grover az tulajdonképpen egy főszereplős, itt Groverről van szó, aki elmegy a világ különböző pontjaira, gyerekekkel ismerkedik meg, és ezáltal különböző kultúrájú gyerekeket hoz össze. És így egymás szerepét az életben, a családban azt ismerik meg, hogy milyen ott az iskola, meg milyen a játék. Ez lesz az első alkalom, hogy egyszerre öt hengerre mászok föl a közönség előtt. Hatalmas kihívást jelentett számunkra megtalálni az eredeti hangokhoz leginkább hasonló szinkron hangokat. Sziasztok, Elmo vagyok, és ez itt a Minimax híradó. Én Elmót alakítom, ez egy nagyon pici kis piros szörnyeteg, bár igazából a szörny kifejezés az nem illik ezekre az állatokra, hiszen nem a veszélyességükről híresek. Szerintem minden figurára jellemző, hogy esetlenek és nagyon szeretetre méltók, és ezáltal a gyerekek elég hamar megszeretik őket. Egy kövér, kerekfejű, kedvesebb Ernie az az én figurám, és egy szigorúbb, hosszúkás fejű a Bert, amit a Peti alakít, meg formál meg. Annyira együtt élik az életüket, és próbálják elnézni a másik hibáját, tehát engem egyáltalán nem bánt, hogy gémkapcsokat gyűjtöget a Bert, és galambokkal játszik, meg hogy különféle sapkákat, kalapokat vesz föl a madár kiállításra. Valahogy megbocsájtom, de hát én is azért az agyára megyek szegény Bertnek. Nem hagy olvasni, szóval mániákusan olvasok, művelődnék. A tejbepapírról olvas állandóan. És a galambokról, és nekem a galamba mániám. Olyan jó a tejbepapírajzolás!
Jól van, Süti Szörny! A neve Prairie Down, és ez egy nagyon kedves, szőke, hosszú hajú lányzó. Igazából nem tudom eldönteni, hogy milyen állat. Tehát, hogy az arcából ítélve nem lehet eldönteni, de nagyon kedves, kicsit infantilis, és mindenben benne van, de ugyanakkor nagy lelke van, és kicsit olyan anyuka, szerintem ő így a vigyázó anyuka a többi szereplő fölött. Képzeljétek el, hogy 13 szereplőre készítettünk három hangos, többfordulós válogatásokat. Azért is lepődtem meg, amikor még annó a válogatásra, a hangválogatásra eljöttem, mert én a Szezám utcát már néztem gyerekkoromban, és nekem akkor ő volt a kedvencem, főleg emiatt a némileg nem emberi hang miatt, amit ő kiad magából. És aztán ez egy nagyon-nagyon fura, de jó dolog, hogy aztán most én az ő hangján megszólalhatok nap, mint nap. Nagyon sokszor az van, hogy idomulni kell az eredeti hanghoz, tehát megpróbálni ugyanolyan hangot csinálni, mint ami az eredetileg van. Aztán megmondom őszintén, hogy amikor már nincs felügyelet, hanem itt mi vagyunk csak a stúdióban, akkor én azért már mozgok így a saját kis dolgaimban, tehát úgy csinálom, ahogy én érzem. A hangválogatás után megkezdődhetett a munka a szinkron stúdióban. A dramaturgtól kapunk egy szövegkönyvet. A szövegkönyvben benne van a szereplő neve és a szövege. És akkor ezt kell neki felolvasni. A rendező szétszedi a szöveget rövid, 30 másodperc körüli időtartamú szakaszokra. Ezt nevezik tekercsnek, abból az időből jön ez a név, amikor még szalagra dolgoztak film, illetve magnó szalagra készült a szinkron. Aztán itt van még a krumpli, ami egy másik nagyon érdekes dolog. Ez nem az a krumpli, amit meg szoktunk enni, hanem ez így néz ki. És azért nevezik krumplinak, mert ebben is ilyen kis karikák vannak, mint a krumplik. Egy ilyen kis krumpli karika jelképezi egy tekercsét egy színésznek, amit fel kell mondania. És a gyártásvezető dolga, hogy összeszervezze a színészeket, hogy ki mikor jön, mennyi ideig van itt, és hány tekercset mond el. És hogy én lássam, le tudjam ellenőrizni, hogy hol tartunk éppen, mennyit csináltunk, hogy mennyi van hátra, abból a szempontból kell ez a sor, ez a táblázat, és mindig kihozogatom azokat a krumplikat, amiket már felvettünk. Miután megvan a szereposztás, meg a szövegellenőrzés, meg ilyesmi, a kevésbé fontos szereplő a szinkronrendező, a sokkal fontosabb a színész és a hangmérnök. A hangmérnök ügyel a mikrofonra, arra, hogy milyen hangosan beszéljen a színész, vagy ne. Szóval az összes technikai részére a felvételnek. A szinkronrendezőnek már csak az a dolga, hogy azt nézze, hogy hosszú volt-e, vagy rövid a képhez képest az a szöveg, amit hallotta a színésztől. Tegyük össze, ami van! Rendben? Szuper, köszönöm! 51! Vajon mi okozhatta a legnagyobb nehézséget a színészeknek? Bábuk. És csak ennyit látsz, hogy háp, 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 háp. És sokszor úgy van, ugye, a szöveg úgy kapjuk meg, hogy hát nem teljesen fedi a tátogásnak az időtartamát, és sokszor nekünk kell improvizálni mellé, mert még látod, hogy még tátog. Tehát azért az emberbeszédnél, meg talán még más rajzfilmeknél is könnyebb szinkronizál, ez kifejezetten nehéz. Préri azt mondja, énekeljetek úgy, ahogy én. Lalalalalalala. Amikor az ember egy ilyen hangot létrehoz, akkor ez egy nyers anyag, és hát hozzá kell alakítani egy érzelemvilághoz is. És bizony az elején harcoltunk azzal, hogy jó, a hang az jó, csak valami hiányzik belőle. És ez főleg a daloknál volt tetten érhető, hogy jó, elénekeltem valahogy, csak hiányzott belőle egy csomó melegség és szeretet, és ezt kellett még beletenni. Ó, Super Elmo is úgy szeretne repülni, mint Super Grover úr! Nekem nevetni kellett, egy ilyen speciális nevetést kellett kitalálni, és először volt egy ilyen, ami belőlem jött, hogy visszafele nevet a Örni, egy kicsit az ilyen volt, hogy vissza, de akkor az nem volt megfelelő, akkor egy kicsit inkább ilyen most olyan nevetése van a Örnének, hogy úgy nevet, hogy ilyen nevetése. Nekem ez volt a legnehezebb. Hát nekem semmi nem volt nehéz. Én így nevetek! Én meg így! Így! Én meg így nevetek! Én pedig így nevetek!
hogy nevettek? A kisebb-nagyobb nehézségek ellenére hatalmas kihívásnak érzi a stáb a feladatot. Én abszolút kihívásnak érzem, én nem szoktam nagyon sokat szinkronizálni. Amikor elkezdtük fölvenni és párba, akkor én más ritmusban dolgoztam, a Peti, aki egy profi, napi szinten szinkronizáló színész, neki sokkal gyorsabban máshogy ment, én lassítottam a munkát, de hihetetlen türelmes volt, és azért ez most már a 20. rész körül tartunk, én már belejöttem úgy most nagyjából. És hogy miért érdemes néznetek a Szezám utcát? Amikor nézi, aktív résztvevője kell, hogy legyen a műsornak a gyerek, olyan, mintha oda jöttek volna a szobába azok a figurák együtt játszani vele. Tehát ami a címben is megfogalmazódik. És ezáltal már ezáltal élményé emeli a passzív befogadás cselekményét. Valakint jöhet még, ma még.